Szia! Ez a videó megismertet egy nagy macskának nem nevezhető, de mégis a macskafélék közé tartozó ragadozóval, mely nem más, mint a hiúz. Tarts velem! Az eurázsiai hiúz az európai erdőkben honos. Testtömege körülbelül 20-25 kg, hossza nagyjából 1 méter. Mérete egy vizsláéval betegszik, ezért nem sorolható a nagymacskák közé, de a természetben betöltött státusza alapján igazi csúcsragadozó. A többi macskaféléhez képest farka rövid, fülein bojtok vannak, pofáját pedig szaká keretezi. Bundája foltos. Végtagjai hosszúak, melyet kihasznál a fáramászáskor és a vadászatkor is. Rejtőzködő, magányos életmódja miatt ritkán látható az ember számára. Ennek ellenére, mint minden nagyragadozóra, a hiúzra is vadáztak, és a múlt század elejére hazánkból teljesen kipusztult. Utolsó példányát a Pilisben lőtték le. A hiúz emberre nézve ártalmatlan. Őzet, szarvasborjút is elejt, de főként kisebb emlősökre vadászik. Vadászterülete akár 60-80 négyzetkilométer is lehet. Az eurázsiai hiúz valaha egész Európa területén elterjedt volt, azonban a 20. század közepére Nyugat- és Közép-Európa nagy részéről a túlvadászat miatt kipusztult. Európa több országában is zajlanak hiúz visszatelepítési programok, például Németországban, Ausztriában és Horvátországban is. Magyarországon, az északi középhegységben, főleg a Zemplénben és az Aggteleki Nemzeti Parkban találkozhatunk ezzel az állattal, de a Bükkben is láttak idén februárban hiúzt. Jelenleg körülbelül 10-15-re becsülik az egyed számukat. A WWF Magyarország hiúzvédelmi programja több mint 10 éve foglalkozik a hazánkba visszatérő nagyragadozók helyzetével. Elsősorban kommunikációval, azaz kiadványok, előadások és média megjelenések, illetve terepi eszközök biztosításával segíti a terepen dolgozó nemzeti parki szakemberek adatgyűjtő tevékenységét. Érdekesség a hiúzról, hogy 2019-ben az év emlőse lett. Remélem, tetszett a videó. Forrásaimat a linken találod. Köszönöm a figyelmet, tarts velem legközelebb is! Szia!